Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják. Főbb híreink néhány mondatban. Fellebbezés. A pécsi ítélőtáblához fordult Kővári János. Teremavató. Amerikai cég szponzorálta a közgazdaságtudományi kar tantermének felújítását. Útmenti szemét. Önkéntesek és dolgozók szedik a szemetet útépítés helyett. A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint adathalászok kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A NAV nevében írt adóvisszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus levelek, SMS-ek mind hamisak, figyelmeztet a hivatal. A csaló e-mailek és SMS-ek általában egy linket is tartalmaznak, ami a gyanútlan ügyfeleket egy felugró űrlapra vagy honlapra vezeti. Az űrlapon a csalók általában a bankkártyák hátlapján található háromjegyű számot, vagy az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat kérik. Ha valaki megadja a bankkártya adatait, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le számlájáról. A NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat. A NAV értékesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől. A hivatal ugyanis ügyfélkapun keresztül, illetve postán adószámlakivonaton értesíti az ügyfeleket a túlfizetésről, és a hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu címen található. A túlfizetés csak a 1917-es nyomtatvánnyal lehet visszaigényelni, linkre kattintással nem. A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információkért, hasznos tanácsokért látogassanak el a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének honlapjára. Megtéveszti Péterfi Attila a választókat a jelölésével kapcsolatban, ezért fellebbezési kérelmet nyújtott be a pécsi ítélőtáblán Kővári János. Az ÖPE elnöke elmondta, a választási eljárásról szóló törvény alapelvként fogalmazza meg a jóhiszemű joggyakorlást, ezért a választási bizottságoknak ilyen formán nem lett volna szabad elfogadni a Péterfi Attila jelölti állítását. Kővári elmondta, Péterfi Attila, aki független polgármester jelöltként apostrofálja magát, a Mindenki Pécsért Egyesület, mint jelölő szervezet jelöltjeként kerülne nyilvántartásba, de megtéveszti a választókat négy másik képviselő is, tette hozzá Kővári. Az egyik Fogarasi Gábor, aki jelenleg is a Jobbiknál politizál, Sík László és Nyőgéri Lajos, akik az MSZP-vel szimpatizálnak, valamint Ágoston Andrea, aki korábban a liberálisok pártjának pécsi elnöke volt, most pedig az MSZP párbeszéd szervezet tagja, mondta Kővári, aki hozzátette. Ebből is látszik, hogy mindannyian pártpolitikusok és nem pártjuk jelent meg jelölő szervezet az ő beadványaikon, hanem a Mindenki Pécsért Egyesület. Miután egyértelműen bizonyítható az, hogy pártok képviselői, tagjai ezt fel kellett volna tüntetniük, mondta Kővári. Azért fordultak a pécsi ítélőtáblához, hogy semmisítse meg a választási bizottság döntését, és kötelezze tisztességes joggyakorlásra ezeket a képviselőket. Péterfi Attila és négy társa megtéveszti a választókat azzal, hogy a jelölő szervezet mögöttük, aki jelölt őket, ez nem a pártjuk, ahová tartoznak, illetve Péterfi Attila esetében a megtévesztés az az, hogy ő független jelöltként tette közé nyilvánosan számos esetben a róla szóló információkat, miközben ő valójában egy a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje, amelyik egyébként pedig ugye a baloldali pártoknak egy gründolt, erre a választásra gründolt szervezete, fedő szervezete. Ez onnan is kiderült már az év elején, hogy Péterfi Attilát, ugye az MSZP, a DK és a Momentum támogatta, majd aztán hosszas vitát folytattak a nyilvánosság előtt Mellár Tamással, hogy ő vajon kinek a jelöltje lehet. Ezt nem tudták eldönteni, úgy látszik máig, mert a legfrissebb egyébként az az, hogy most pedig az ellenzék polgármester jelöltje szórólapokat dobnak be, ami megint nem igaz, mert ugye az LMP és a Mi Hazánk ugyanúgy ellenzéki szervezet, és tudomásom szerint nem ők jelölik. Úgy látszik, nem tudnak rászokni az igazmondásra. A közgazdaságtudományi kar évnyitóján egyben új termet is avattak a Rákóczi úti épületben. A beruházás támogatója és a terem névadója az ExxonMobil Corporation. A hallgatói eskü letétele után az első évesek már birtokba is vehették az egyedi bútorokkal berendezett helyiséget.
Nem csak kényelmesek, de hasznosak is azok a székek, amelyek az ExxonMobil támogatásával felújított tanteremben várják a közgázos hallgatókat. A helységet olyan bútorokkal rendezték be, amelyekkel ezidáig még nem találkoztak az egyetemisták. A Pécsi Tudományegyetem és az ExxonMobil együttműködése csaknem 5 éve kezdődött. Az amerikai gáz- és olajcég jóvoltából már korszerűsítettek egy jelenleg is használt tantermet. A mostani több milliós beruházás az úgynevezett teremszponzoring keretében valósult meg. A több éve bevett gyakorlat lényege, hogy az egyetemi kart támogatni kívánó cégek az egyetemmel közösen újítják fel az oktatási helységeket, amelyek aztán a szponzor nevét viselik. Az egyébként a karó már hagyományokkal rendelkező teremszponzoring keretében az ExxonMobil is berendezne egy termet, egy olyat, amelyik a cégnek a jövőhöz, a fiatalokhoz való kapcsolatát, általában az imázsát bemutatja, és egyúttal lehetőséget ad nekünk arra, amiben komoly nehézségeink vannak, hogy az infrastruktúránkat folyamatosan megújítsuk. A tanévnyitó rendezvény után az első éves hallgatók egyből ki is próbálhatták az eszközöket. A bútorok kialakításuknak köszönhetően nem csak kényelmesek, de mobilisak is. Az aljukra szerelt kerekekkel könnyen lehet őket mozgatni, így a terem elrendezése tetszés szerint variálható, amely a csoportfeladatok szempontjából kiemelten fontos. Az ExxonMobil szeretett volna egy olyan termet létrehozni, ahol professzionális körülmények között dolgozhatnak a hallgatók, mondta Romke Nordheist, a cég magyarországi ügyvezetője. Ezért nagyon elégedett vagyok a partnerségünkkel, amelyet néhány évvel ezelőtt alapoztunk meg a Pécsi Tudományegyetemmel. Pontosan tudjuk, hogy milyen tehetséges fiatalok tanulnak itt az egyetemen, reméljük, hogy sokan közülük kapcsolatba kerülnek velünk, vagy akár nálunk futnak be karriert. Az átadást követően a hallgatók egyből birtokba vehették a termet, és kedvükre átrendezhették. Több ezer tonna aszfalt megvásárlása helyett szemetet kell szednie a Magyar Közút szakembereinek és az önkénteseknek. Az illegálisan lerakott szemét eltüntetésére idén körülbelül 1,5 milliárd forintot költ az országos közútkezelő. Ebből az összegből 60 ezer tonna meleg aszfaltot is be tudnának szerezni. Legújabb akciójukat szeptember 20-ára hirdették, amihez már több mint 4000 önkéntes és polgárőr is csatlakozott. Céljuk, hogy felhívják a notórius szemetelők figyelmét, abból az összegből, amit a kidobált szemét összegyűjtésére fordítanak, utakat is lehetne építeni. Az alacsonyabb rendű utaknál főként a sít és a háztartási hulladék, míg az autópályák pihenőiben a kommunális hulladék okoz problémát. A Magyar Közút több év kihagyás után tavasszal indította újra szemétszedési akcióját, jobb, ha el sem dobott címmel. Akkor 1000 tonna illegálisan kidobott szemetet gyűjtött össze 12 000 önkéntes. Az akció sikere sarkalta arra az országos közútkezelőt, hogy újabb akciót hirdessen. Ehhez a baranyai polgárőrök is csatlakoztak. Ebben a szemétszedésben a polgárőr nem a szemét szedésre koncentrálnak, hanem az utak mentén, ugye a főközlekedési utak mentén eldobott szemét lerakóknak a felderítésére, azok beazonosítására. Ugye az a baj, hogy eddig nem volt semmi szankció azokkal szemben, akik lerakták a szemetet, ugye minden hír arról szólt, hogy egyik nap felszedték, másik nap újra oda kerültek a szemét. Most azért mi hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a szemétbe megtaláljuk azokat a kompromitáló papírokat és okmányokat, amivel beazonosítható ezek az emberek. Országosan már mintegy 1000 polgárőr jelezte részvételi szándékát. A Magyar Közút több célt is megfogalmazott. A környezetvédelmi szempontok mellett egyfajta szemléletváltozást is szeretnének elérni, hiszen sokan azt hiszik, hogy az így kidobott szemét nem kerül pénzbe, pedig az eltüntetésére fordított összeget másra is tudná költeni a Magyar Közút. Kimutatásaink szerint egy átlagos mérnökségen évente közel egy hónapnyi munka az, amit csak és kizárólag szemétgyűjtéssel kell foglalkozni a munkatársainknak, és mi azt szeretnénk, hogy az az összeg, ami egyébként idén 1,5 milliárd forint, amit az országosan a szemétgyűjtési munkákra kell költenünk, abból szeretnénk, hogyha inkább több aszfaltot tudnánk vásárolni, gyakrabban tudnánk adott esetben a növényzetgondozási, kaszálási munkákat elvégezni, tehát egy sor olyan feladatot szeretnénk ebből a megtakarított összegből elvégezni, ami valójában az utakra vonatkozik, és a közlekedők is komfortosabban tudnak utána majd közlekedni az országos közúthálózaton. A szemétszedésre szeptember 10-éig lehet jelentkezni a www.közut.hu oldalon keresztül.
Szeptember 5-től 3 napig zenébe öltözik Pécs, elkezdődött a Zeneszüret Fesztivál. A Filharmónia Magyarország hagyományos őszi rendezvényén idén a népzenéi a főszerep. A fesztivál ideje alatt Pécs számos forgalmas utcáján és terén szólalnak meg a hangszerek, a villámprodukciókhoz a Mecsek táncegyüttes táncosai csatlakoznak. A Művészetek és Irodalom házában a népzene, tehát a természet tüneménye című fotókiállítás látható, a Széchenyi téri alkalmi moziban zenés filmeket vetítenek. Szeptember 7-éig számos koncert, táncház, családi program, néptánc produkció, hangszerbemutató és előadás várja az érdeklődőket. Az idei Zeneszüret Fesztivál szalonna és bandája, valamint a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyével zárul. A Széchenyi téren szombaton 19 órakor kezdődő koncerten Kodály és Bartók művek csendülnek fel. Főpíreink még egyszer néhány mondatban. Fellebbezés, a pécsi ítélőtáblához fordult Kővári János. Teremavató, amerikai cég szponzorálta a közgazdaságtudományi kartan termének felújítását. Útmenti szemét, önkéntesek és dolgozók szedik a szemetet útépítés helyett. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Pénteken éjjel egy hideg front éri el térségünket, az éjszaka folyamán az eső is eleredhet. Reggelre 14-15 fokig hűl a levegő. Szombaton túlnyomóan felhős lesz felettünk az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Többfelé várható átmeneti jelleggel eső, zápor helyenként zivatar. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Vasárnap hasonló időre, de kevesebb csapadékra számíthatunk. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!